I've been moving kinda far, no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. and cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Guess I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good when I'm alone, yeah. Leave me in the studio, hey, wait. Daily self-discovery, yeah, yeah. Holiday recovery, wait, wait. They love them instead of me. And still, bad things, there's a lot of bad things. They wish, and they wish, and they wish, and they wish, and they wish. Say, do you love me? I tell her only partly. I only love my cat and my snowboard, I'm sorry. 93, I even got it tatted on me. 2012, lady, y'all not feeling sorry. Hey, you know me. Without T, there probably would be no me, dog. Holler back at me in 2023. Lying bitches up from the nosebleeds, yeah. God's plan, God's plan. I can't do this on my own. Here's to me and Team Thoreau, yeah. Holding down Colorado. Staying true to 303, yeah. I hope one day Drake see me, yeah. Summer dropping my EP. And still, bad things, there's a lot of bad things. They wish, and they wish, and they wish, and they wish, and they wish. Na szevasztok, Bolderek, itt Kuh is, itt vagyunk egy NBA 2K20 videóban, elég hülyen hangzik, hogy 2K20. És ugye kijött az új játék, lassan már mondhatjuk úgy, hogy több hete kint van a játék, és szeretném veletek megosztani a véleményemet a említett gameről. Ha viszont először, srácok, ha tetszett a kis mixtape-em, akkor dobjatok egy like-ot, illetve hogyha összegyűlik a 20 like, akkor kiteszem a build videómat, hogy milyen build-en van pontosan, ugye ott tárolkodik egy kicsit, hogy ő slashing playmaker. Na most, srácok, idén elég érdekes a játék. Ugye nagyon nagy pacsi, hogy visszahozták a neighborhoodon belül a My Rap-et, ugye. Tehát a 17 óta nem volt ugye ez a My Rap, az volt az utolsó, és azok voltak a legjobb idők, srácok. A 2K15, 16, 17 legendary időszak volt, a legjobb időszak volt szerintem a 2K-en belül. És ugye utána 18-19 lett ez a gyönyörű szép overall-os történet, mikor tulajdonképpen azért, hogy a játékosodat, amit te kreáltál és játszani szeretnél vele, teljesen kihasználd, azért grindolj végig egy évet, és talán az év végén ki tudod húzni magad 99-re, és akkor lesz teljes a játékosod. Jó, egy picit megdobták azzal, hogy jó legyen mondjuk az, hogy minden budget egy szinten feljebb megy. Okés. Ez nagyon nagy pacsi. Viszont iszonyat nagy fekete pont ez ittni. Tehát ez a park. Srácok, ez a 19-es park konkrétan egy ilyen ízesebb mászba tekerve, ő csavarva. Igazából annyi, hogy így itt kicsit befásították, itt nem tudom, itt a környezetvédelem beleszólt, aztán be lett zöldítve itt a park része. Az épület ugyanaz, minden épület ugyanaz. Kicsit feldobták azzal, hogy ugye itt a fodrász, az picit máshogy néz ki, más csávó van bent, a tetú az nagyon el van dugva, ugye itt vannak ezek a wheels, ezek a járművek, a swag az ugyanaz maradt, a my team ugyanaz maradt, sőt úgy néz ki, hogy a footlocker az felbontotta a szerződést, mert most ilyen 2K shoes shop van, vagy mi a fene,
ugye itt vannak egy kis kajádát raktak ide, mint a általános ilyen amerikai éttermek itt a sarkokon, Amerikában. A park nagyjából ugyanaz maradt, ugyanúgy ugyanannyi pálya, ugyanúgy ugyanazok a témák, annyi, hogy kicsit ugye a feltét az más, az Antelope és a pörget is ugyanaz, a Cages ugyanaz, a Rec Center ugyanaz. A Training Facility tetszik, viszont az a megoldás, hogy nem 10 meccsre adja a boostot, hanem egy hétre. Egy hétre csinálod a történeteket, a boostokat, és ha szerencséd van is minden három csillagra meg tudsz csinálni, akkor kapsz egy ilyen kis kék stamina boostot, ami egy hétig ott van, hogyha persze nem veszel. Ilyen 20%-kal több ilyen Gatorade stamina cuccot. Na most van nekünk egy Team Practice Facility-nk, nagyjából ugyanaz a történet, mint tavaly. Egy olyan kiegészítéssel, hogy ajándékoz a játék, hogyha mész folyamatosan, tehát jutalmaz a játék. Kétszeres badge bónusz van. Először csak az edződ választja ki, hogy milyen taktikákat, milyen tréningeket csináljatok. Utána megadja neked azt a lehetőséget a játék, hogy te magad választ ki, hogy te milyen tréningeket szeretnél csinálni. Elsősorban ugye finishing, sharpshooting, vagy se nem sharpshooting, hanem shooting, playmaking, illetve death and rebounding, tehát védekezésre tudsz húzni, csak azokat tudod fejleszteni. Viszont néha-néha bead egy olyat, hogy jön egy csávóka, nem is tudom mi a pontos a neve, ő egy ilyen, nekem legalábbis mindig dobóedzést tart, négyszeres badge reppet ad, négyszeres szorzóval adja a százalékot, a pontokat, és utána megkapod a Jamshot Creator, tehát én is van Jamshot Creator, csak ugye tudjuk, hogy a Jamshot Creator az igazából annyi, hogy megcsinálta a saját dobásodat, viszont a gyorsaságát azt nem te döntöd el, hiszen idén erre is van badge. Na most, a lényeg az, srácok, hogy meccseltök a karaktereteket, és utána bekerültek ide a parkba egy ilyen nagyon hosszú sztori vezetésen át igazából, ami nem is rossz, tehát nem is rossz az a sztori történet, de megint egy ilyen körített igazából felesleg, mert utána kezdődik tehát igazán a játék. Tehát most már elértünk oda, hogy a srácok, akik játszanak, azok inkább csak a My Team-re, illetve csak a parkra szeparálódnak, tehát inkább csak a park érdekli őket, a sztori már annyira nem. Tehát megmondom őszintén, a 17 óta annyira engem se érdekel a sztori, pedig ez nem rossz, tényleg nem rossz, és elég sok jó kis színész belepakoltak. Ugye bekerültek ide, itt is van egy, ez a főmenü, most nem ez a telefonos, illetve ez a nem is tudom milyen felhozatal volt tavaly. Van nekünk ugye a Play the Next Game, ez igazából annyi, nyilván tudjátok, hogy nyomjátok az NBA-n belüli meccseket. A progressionon belül vannak ugye a szintek, hogy te mire szeretnél húzni. Én most egy 93-as slashing playmaker vagyok. Ugye annyi igazából, hogy a post move-omat kell felhúzni, és akkor leszek elvileg majd 99. Vannak a badge-eink, amiket ugye idén mi választhatunk ki, ez attól függ, hogy mire pakolgatjuk a pontjainkat, ugye vannak ilyen potential orbok, vagy potential pontok, amiket mi szétoszthatunk kedvünk szerint. Nyilván van egy alapábra, amit ki kell választani, mit szeretnénk inkább primary-be boostolni, általában mindig a legtöbb ilyen 70-80%-ban úgy van, hogy két erős, mondjuk a shootingot is a defendet osztja meg, és akkor a többit azt meg egy ilyen kicsit 30%-ba lefelezi. És akkor itt tudjuk eldobálni a kis badge-einket, hogy mit tudom én mivel finishing vagyok, ez ugye 25 potential upgrade-em lehet, ez ugye 25 badge, azokat szétdobálom, egész szép badge-eket lehet összeszedni. Shootingra van 13, playmakingre 26, defense-re 1, de megmondom nektek, hogy szerintem picit bántam hogy elején, hogy a defense-re nem raktam, viszont mostanában annyira nem bánom, hiszen a shot contest idén, srácok, nagyon-nagyon gyenge. Szokásosan megoldottak a request trade, skill boostot, ugye amit mondtam, az ott van, hogy mennyi időre a time remainingben látszik, hogy mennyi időre adja a skill boostot, itt közben látszik, hogy mire vagyok beboostolva, illetve ugye a Gatorade-es cuccok látszódnak, illetve az endorsementek, ugye hogy mennyi fan kell ahhoz, hogy egy következő szintre ugorjunk. Jó. My player preferences, itt lehet öltözködni, animációkat venni a Jamshot Creator-be, megcsinálni a saját Jamshot-odat, állítgatni a karakteret kinézetén, illetve a My Animation-eket te beállítatod, hogy milyeneket szeretnél. Neighborhood-on belül megnézhetjük a My Rap-et, ami egy új dolog, hogy most ennek van egy ilyen panelje ott a lába alatt, ami nekem nagyon tetszik, kifejezetten jó. Úgyhogy tényleg tetszik igazából, hogy ezeket én állítgathatom így szájízem szerint. Szokásosan megvan a VIP stats, hogy kinek milyen a statisztikája. Van ugye a Customize My Court, igazán My Court annyiban jó, hogyha haverokkal el akarsz szórakozni, meg hogyha szeretnéd gyakorolni a dribbült, akkor azzal meg tudod magadat úgymond könnyíteni a helyzetedet a parkon belül, gyakorolgatni. Equipment pedig ugye azok a járművek,
Proje maradt ugyanaz a proje, ami volt, a stats igazából pedig a NBA-n belüli statisztikádat mutatja ki. Na most, kicsit a mechanikáról, srácok. Parkon belül az első hetekben eléggé érdekes volt a játék, hiszen nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy nem tudnak dobni. Volt egy ilyen szituáció, igen, hogy a stretchek például használhatatlanak voltak az elején, illetve a sharpok is érdekesen dobáltak, tehát kellenek nagyon a badge-ek, iszonyatosan kellenek a badge-ek parkon belül. Én ugye csináltam egy inside játékos, tehát szokásosan megnehezítettem az én helyzetemet, ahogy már minden évben megszokhattátok. Maradtam a dunkolós karakter. Tavaly kicsit megbántam, nem voltam primary-be zsákoló, de évvégére egész jól lett ez a buildem. Van egyébként egy másik karakterem is, de róla most annyira nem szeretnék beszélni, az inkább egy ilyen secondary build. Most így a pár hét tapasztalatai alapján, srácok, eléggé nehéz játszani ezzel a karakterrel, hiszen eléggé a contact finisher, ugye azost az új posterizer, eléggé randomizált badge. Hál' Istennek a contact dunk animációk sokkal jobbak, mint voltak, viszont keveset ad be a játék, mivel nagyon sokan két buildet használnak, van a Glass Killing Lockdown Defender, ami igazából egy Paint Protector, általában mindenkinek Paint Protect TKR-je van, és a Paint Beast, mind a kettő egy ilyen, úgy képzeljétek el, mint Hulk afroamerikai kinézetbe, vagy éppen ilyen nagy fehér kinézetbe, szóval eléggé brutális karakterek, elég ilyen szétgyúrt állatok. Tehát iszonyatosan kell egy shooter a csapatba. Anélkül nagyon-nagyon nehéz ellenni a parkon belül. Rec Centerben más témában, mert a Rec Center nagyon jó. Szerintem tök jól lehet eljátszogatni, illetve a Pro-Jamben nagyon fasza az, hogy van 3v3. Tehát tulajdonképpen egy park, csak Pro-Jamben belül, és így jobban boostolva adja a badge-eket, illetve a fejlődési szintet. Most ugye egy új rendszer az, hogy 95-ig tudod felhúzni a karakteredet, utána pedig 95-től, my karrieren belül persze, utána 95-től 99-ig kötelező vagy balanszolni és játszani a playgroundon belül, projemezni, parkozni. Ez muszáj. Tehát nagyon fontos ott a team, hogy milyen rotációval mentek. Idén, ami nekem nagyon nem tetszik, az a védekezés. Iszonyatosan kihangsúlyozták a 19-ben, hogy igen, használni kell a kart. Tehát mindenféleképpen használni kell a kart, mert másképp nem lehet contestidelni. Idén semmit nem ér, srácok, a kart. Tehát semmit nem ér azt, hogy felteszem a kezemet, úgy értsetek a kart, a jobb kar védekezés, jobb karra való védekezés, semmit nem ér. Hiába mész és teszed be a kezedet, semmit nem ér. Igazából azt szokott segíteni, hogyha beleugrasz az ember arcába, és akkor felmegy ilyen 70-80%-os contestre, bár elég érdekes contesteket szokott írni a játék néha-néha. A shooting elég OP, tehát vannak ilyen 50-60%-os greenek is, attól függ, hogy ki mennyire van beboostolva, vagy milyen badge-ei vannak. Viszont a layup-ok terén eléggé megosztó a játék, hiszen én inside player vagyok. Tehát itt vannak a badge-eim, srácok, és eléggé jók igazából, persze még sehol nem vagyok, még simán húznom kell még 12 potential upgrade-et, az tök sok badge, az tulajdonképpen 3 Hall of Fame badge még plusz, vagy Hall of Fame badge, ki hogy szereti. Ugye itt van nekünk ez a contact finisher, ami a insight-et, a slasher karaktereknek a main badge-e, mindenféleképpen ezt húzzátok ki legelőször. Ugye tulajdonképpen ez most nem csak azt segíti, hogy contact dunk, hanem contact layup, tehát tulajdonképpen a relentless finishert is, mivel a relentless finisher picit megváltozott, beledobták és így összerakták. Van nekünk egy giant slayerünk, ami ugye nyilván egy ilyen magasabb defender tudunk megverni. Elméletileg inkább csak layupokba aktivizálódik. Mindegy, jó lesz így. De elég jó, tehát a contest lépoknál mostanában egész jól segít, tehát itt van a fancy footwork. Tanap Andrissal eléggé durván nyomtuk, és eléggé jól tudtam vele játszani, 1v1-be iszonyat gyors a karakterem, baromi gyors, nagyon jól lehet vele dribblözni. A dribble is teljesen más, srácok, már két karral kell, tehát valamikor a bal karral is kell használni, mindegy. És hiába vannak ilyen durva layupjaim, néha eléggé nem mennek be az ilyen 10 és 20% közötti contested layupok kis emberen, nem a nagy emberen, a kis emberen. Viszont a sharpok azok megint idén stillelnek, a 40-es stillel, illetve nagyon jól húzzák a layupokat, tehát hihetetlenek. A shot contest nekem emiatt annyira nem tetszik, viszont a játék sokkal jobban javult, sokkal többet javult, mint a 19, ugye az elején nagyon sok probléma volt, elég érdekes, elég beta verziós volt a feelingje az első hetekben, én is nagyon sokszor kaptam kék errort, nem tudtam felvenni a kortomra, hasonló dolgok. Szerencsére kijött egy brutálisan nagy update, PS4-en 24 gigás update, de hallottam nagyjából Xbox One-on valami 40 giga volt, szóval hihetetlen, na mindegy. Srácok, így végszó terén azt mondanám, hogy ez a játék
a NBA 2K19 2.0. Most egy hülyen hangzott, így az angolosan belevitt, de igazából ezt a játékot kellett volna kiadni a 19-nek. Az előző 19-et meg elfelejteni a fenébe, mert ez a játék sokkal jobb, mint a 19 gameplay mechanikára. Szerintem a mozgás nem annyira lassú, most felhúzták kicsit a gyorsaságot. Én a karakteremmel iszonyú gyors vagyok a parkon belül, tehát el tudok lenni. 1v1-be gyilkos. 1v1-be gyilkos. Főleg, hogyha még a dunkot is beadja, vagy éppen be tudom húzni. Tehát nagyon brutál, most kezdem egyre jobban érezni, hogy egyre többet játszom ezzel a karakterrel, egyre jobban érzem ezeket a dolgokat. Tényleg nagyon jó kis build, úgyhogy meglátjuk, csak kell mellém egy shooter, mindenféleképpen. Ugye a Hall of Fame Dimer-emmel nagyon jól lehet boostolni a csapattársaimat. Szóval srácok, tényleg végszó szerint az, hogy akinek tetszett a 19, az az elején csodálkozni fog, hogy mi ez a 20, de szerintem tetszeni fog nektek, mert nekem egy megváltás a 19-hez képest valamilyen szinten. Jobban tetszik. Meglátjuk, hogy ez a My Team terén hogy fog kialakulni. Egyelőre úgy gondolom, hogy inkább a My Career-rel leszek el, srácok, a parkkal, és majd meglátjuk, hogy a My Team-et azt mennyire fogom erőltetni. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez a videó. Tényleg, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha esetleg új vagy, akkor iratkozz fel, mert igazából ez a csatornán csak-csak 2K tartalom fog jönni, és megpróbálok minél többet fejleszteni 2K terén. És 20 like srácok is jön a build videó. Köszönöm szépen, szevasztok!